Az egyház olyan személyekből áll, akik szabad döntésük alapján korlátozzák az emberi jogaikat. Én azért vagyok keresztény, mert egy csomó emberi jogomról lemondtam. Jogom van paráználkodni, jogom van házasságot törni, jogom van piszkos dolgokat csinálni, amiket a törvény nem szankcionál, így van, de megtértem, és erről a szabadság jogomról én lemondtam. Kiért? Miért? Az Isten királyságáért. Hogy Istenek a jelenlétébe akarok lépni. Istenek az országába akarok élni. Világos? Tehát itt a jogodat ne kérjed számon, hanem az Istenek az igéjét kérjed számon, mert az Isten igéjének az elfogadása az emberi jogainkról, részben emberi jogainkról való lemondást jelent, e, is jelenti. Természetesen sok jogról nem mondunk le, de arról igen, lemondok, amikor megtértem, hogy nem fogok tisztátalanul élni, nem fogok lopni, nem fogok rabolni nem fogok szidalmazni, tehát ezekről pedig megtehetem, szólásszabadságon van, a szidalmazást önmagában, különösen, hogyha, hogyha nem becsületsértő, tehát sokféle formája van, az ember megteheti, ne, te is lehetsz rossz ember, megvan el ez a szabadságot, a, éppen a demokrácia arról szól, hogy lesz jó is, rossz ember is, csinálhatsz rossz dolgokat, jó dolgokat is. De hát azért vagy keresztény, értsd meg, és azért van helyed a egyházban, mert lemondtál, nem akarsz elválni, nem akarsz homoszexuális lenni, nem azért jössz be a gyülekezetbe, hogy meleg jókat érvényesítsél, mert ha ezt akarod, akkor kéle, a rossz házszámot néztél meg, menj oda, olyan szervezethez, ahol, ahol ezekért a jogokért küzdenek, semmi probléma nincsen. De az egyháztól ezt ne várd el, hogy meleg jogokat biztosítson, az egyháztól ne várd el, hogy támogatni fogja az abortuszt, ne várd tőlünk, hogy támogatni fogjuk a vállásokat, semmi ilyent ne válj el, mert 20 év múlva, 30 év múlva is ugyanazt mondjuk, hogy nem, nem, nem. Ugyanazt mondjuk, hogy ha ilyen cselekszel, nem mész be Istennek az országába. Ezt meg kell érni. Tehát akármilyen postmodern, meg akármilyen új erkölcsi rendet találnak ki az emberek, mi akkor is ehhez az erkölcsi kép, a világrendhez ragaszkodunk. Miért? Mert ezt mondja az Isten. Ezt mondja az Istenek az igéje. És az Isten igéjéről mit mond a Biblia? Mondjuk közösen, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde, de az ő beszéde, de az ő beszéde megmarad örökké.